Jó estét kívánok ismét, ez már a Csernobil Extra, immár Magyarországról. Vágjunk is rögtön a közepébe. A stúdióban itt van velem egy olyan orvos likvidátor, aki 1986-ban éjjel és nappal mentette az ember életeket, és aki egyedül maradt életben az egész orvos csoportjából. Jön egy rövid bejátszás, utána pedig Szőlősi Tiborral, a Csernobili zóna ideggyógyász főorvosával folytatom. A likvidátorok megmentették a világot. Ők építették az első szarkofágot, írtották a szennyezett erdőket, mentették a menthetőt. A likvidátorok számáról eltérőek a becslések, van, aki 530 ezer és van, aki 800 ezer emberről beszél. A zónában sok kárpátaljai magyar is dolgozott, egyikük Szőlősi Tibor ideggyógyász főorvosként kapott behívót. Ekkor még nem tudta, hogy ez a kényszerbehívás megváltoztatja az egész életét. És ahogy említettem, itt van velem a stúdióban dr. Szőlősi Tibor. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Doktor úr, amikor először meghallotta, hogy Csernobil, akkor tényleg nem tudta, hogy merre van? És amikor először meghallotta azt a szót, hogy ön most akkor likvidátor lesz, akkor tényleg nem tudta, hogy mi az, hogy likvidátor? Fogalmunk se volt. Se Csernobilról, mint földrajzi egységről, se arról, hogy mit jelent az, hogy likvidátor, hanem csak következtettünk magából, a szóból, a tartalmából. De hogy mit jelent az Csernobilban lenni és ott likvidátorként működni, nem tudtuk. Emlékszik egyébként a pillanatra, mi történt? Tehát valaki fölhívta önt telefonon, vagy személyesen keresték meg, hogy akkor menni kéne? Az igazgató főorvoson behívott, és mondja, hogy el kellene menni, azt mondja, várjál, mindjárt megnézzük, Csernobilba. Hát minek a kapcsán, milyen ez a feladat, meg egyáltalán miért? Hát mert ott történt valami robbanás egy erőműben, amiről mi is hallottunk, persze nem az orosz szovjet rádiókból, hanem a nyugati híradásokból. Hát hol van is az a Csernobil? Hát legalább nézzük meg a térképen. El kellene oda küldeni egy orvosodat. Ugyanis én főorvos voltam, és 8 beosztottam volt. Egy hétre. Hát, hogy mit kell ottan csinálni? Hát hívjuk fel a megyei vezetőséget, ők majd aztán elmondják részletesen, hogy mi lesz a feladatunk, meg egyáltalán miért kell oda menni. Ugrunk az időben. Igen? Önben egyébként, mikor tudatosult az, hogy itt nagyon nagy baj van? Mikor már megérkeztünk. Közeledtünk helyesebben Csernobil felé, mert megváltozott a világ. Le voltak zárva az utak, védőöltözetbe öltözött munkatársak lajtkocsikból mosták az utakat, a mi konvojunkat megállították, lespriccelték a kerekeket, később tudtuk meg ilyen hát dezinfektáló szerekkel. És hát fertőtlenítették őket. Igen, fertőtlenítették őket, és rengeteg hirdetés figyelmeztető volt az utak mentén. Leülni nem szabad, erdőbe bemenni nem szabad, a gyümölcsöket fogyasztani, amit találunk, nem szabad, veszélyes, stb. Ez már egy hangulatot keltett. Az egyetemi tanulmányai, vagy akár a későbbi szakmai tapasztalatokán tudta egyébként, hogy mivel jár az, hogy sugárzás vagy nukleáris veszély? Nem. Ez csak érintőlegesen valamelyik tantárgyban, mint kiegészítőt, mint ismertetőt, de hát nem is jegyeztük meg, mert végül is nem volt a tételekbe, a vizsgatételekbe, úgyhogy nem nagyon foglalkoztunk vele. Kiket kezelt? Milyen módon kezelte? Ön egyáltalán ugye ideggyógyászként ment ki, de csak ideggyógyász? Én nem mint ideggyógyász mentem ki, hanem mint szervező, mint kezelő, mint felderítő, mint prevenciót végző, szóval mint egy mindenes. Műtött is egyébként? Hát műtöttem, vartam be sebeket, langettákat, törésekre tettem. Milyen körülmények között dolgoztak? Tehát gondolom én azért a zónának nem volt akkora létszáma korábban, hogy nagyon nagy kórházat kellett volna ott fenntartani. Hát végül is ez egy improvizált kórház volt, vagyis egy építészeti szempontból befejezetlen iskolaépület volt, aminek elfoglaltam a két WC-jét és az öltözőjét. Itt rendezkedtem be, úgymond itt rendeztem be a betegellátómat, abba is laktam, abba az improvizált, hogy úgy mondjam, lakásba, úgy, mint a társaim, akik a sportterembe, meg a valamikori majdani osztályokban rendezték be, hogy úgy mondjam, az ott létük feltételeit hozták létre, vagyis ez volt a lakásunk, és itt is dolgoztunk. Azt olvastam, hogy a likvidátorok nem tudtak aludni, szinte egyáltalán.
Igen, hát ez jellemző volt, mikor ez a téma kerül, hogy úgy mondjam, terítékre, ez jellemző volt, hogy nagyon rosszul aludtak, és helytelenül nem tudtak, helyesebben nem tudtak aludni, erre panaszkodtak. Látási problémáik voltak, szemgyulladásos tünetekben szenvedtek, és nagyon sokan egzicerbálódtak az úgynevezett krónikus betegségek, amiket magukkal hoztak. Ez egy feltétel volt otthon, mikor úgymond kiválogatták az oda küldendő csapatokat, hogy ne legyen valamiféle betegségük, ami esetleg majd gátolja az ottani tevékenységbe őket, de mivel nagy fizetéseket ígértek még hozzá háromszorosát az alapfizetésnek, ezért nagyon sokan eltitkolták a betegségüket. Nem titok, mi 20 éve ismerjük egymást, és az egyik legmegrázóbb története az, amikor elmesélte nekem, hogy hála pénzként vagy paraszolvenciaként nem is pénzt, hanem helyi terményt kapott ott. Igen, hát az nagyon jellemző volt, de a postamester megbetegedett, cukorbetegségben szenvedett, és ilyen vérkeringési problémái voltak, akit sikerült, hogy úgy mondjam, ezt a szót nem véletlenül használom, hogy sikerült, mert némi kis közelharcárán sikerült a kórházba szállítatni. Három vagy négy nap múlva kopogtatott az ajtómon a felesége egy kosárral. Nem tudtam, hogy miről van szó. Nagy örömmel újságolt, hogy hál' Istennek a férje jobban van, és köszöni nekem azt, hogy idejében kórházba utaltam, és fogadjam el a családtól is az ő nevében ezt a kis ajándékot. Föllebbentette az improvizált takarót a kosáron, és észrevettem öklömnyi nagyságú szamócát, epret, gombát, vagyis a természetnek az ajándékát. Tehát nagyon meglepett, mert ezek a méretek olyan mesebeli méretek voltak. Rögtön rákérdeztem, hogy hát minek köszönhetem, és egyáltalán miért van ez a gesztus. Hát ez a köszönetnek volt, hogy úgy mondjam, a megnyilvánulása, de ugyanakkor figyelmeztettem, hogy már pedig ez életveszélyes ezt fogyasztani. Ő azt mondta, ez nem életveszélyes, hanem nagyon praktikus dolog, azért, mert most már nem kell begyűjteni 30-40 szemet, hogy az ember jól lakjon, hanem olyan hatalmasak ezek, hogy 3-4 elég volt ahhoz, hogy megebédeljen egy szelet kenyért. A helyieknek el tudták egyáltalán magyarázni, hogy ez veszélyes, megértette? A helyiek nem reagáltak. Az volt a probléma, kitelepítés volt a probléma, mert nem akarták elhagyni a szülőhelyéket. De magát a történteket ők ilyen egyszerűen fogalmazva azt mondanám, nem fogták fel, hogy mi történik. Hisz nem fáj, nem csíp, nem zavar, nem esik, nem bánt, nem fú meg, stb. Úgyhogy ők szinte ilyen hitetlenkedve fogadták, mikor a mi nagy vehemenciával hozzákezdtünk a munkához, és igyekeztünk mindent megtenni. Azt említette, hogy amikor mi. Miközben ez a mi, ez a mai napon már csak én, vagyis ön, mert hogy ahogy említettem, amikor bemutattam önt, az orvos csoportjából gyakorlatilag egyedül maradt életben. Igen, 12-en voltunk, hát ezt a 12-es számú csapatot úgy kell elképzelni, főmérnök, másik egészségügyi dolgozó, vagyis a vezetőtestület, mert végül is 800-ról 1800-ra tornázódott fel az ott lévő segítők, dolgozóknak a száma. Ebből a 12 fős csapatból sajnos én maradt, vagy hál' Istennek én maradtam meg, mert az első évben 11-en eltávoztak. Igen. Jól érzem az, doktor úr, mert olvastam a könyveit, hallok róla, hogy sok helyen tart, több nyelven is előadásokat. Jól érzem azt, hogy a Csernobil az élete részévé vált, hogy erről akar, tehát nem csak beszél, hanem akar is beszélni róla? Igen, jól érzi, minthogyha egy felső utasítást kaptam volna, hogy megajándékozott a sors engem a plusz évekkel, amit már nem élvezhetnek a volt kollégáim is, a munkatársaim, akikkel együtt voltunk ott a pokoltornácán, és ezért kötelességemnek érzem azt, hogy minden lehetőséget kihasználjak ott, ahol érdeklődés van, és egyáltalán, ahol terítékre kerül ez a téma, én is szóljak az igazságról is, mindarról, amit ott tapasztaltam, amit ott láttam, az eljövendő érdekében.
hogy legyünk éberek, odafigyeljünk, amit teszünk és mikor teszünk a saját és embertársainknak érdekében. Végtelenül hálás vagyok, hogy ezt itt is elmondta nekem. Szőlősi Tibornak köszönöm, hogy eljött hozzám, ami pedig most jön, az maga teljesen rendhagyó kulisszatitok. Jönnek a néha tényleg félelmetes forgatás apró és nem is olyan apró titkai a túl minden határon operatőrétől, Varga Zsoltól. A csernobili zónában, sokak szóhasználatában a halálos zónában hol viszonylag normális, hol pedig extrém magas a sugárzás mértéke. Ilyen körülmények között egy televíziós stábnak sem hagyományos dolog filmet készítenie. Így a túl minden határon testvérpárja, Varga Zsolt és Varga Dezső a helyszínen sem megszokott módon forgatott. A stúdióban a film operatőr vágója, Varga Zsolt. És itt van velem barátom és operatőr vágó barátom, Varga Zsolt. Yeah. Zsolt, ugye az nem titok, hogy én úgy gondolom, hogy az egész életemben az egyik legnagyobb természetvédő, akit megismertem, az te vagy. Te és állatvédő. És állatvédő. És amikor szóba került az, hogy elmegyünk Csernobilba, akkor élből azonnal megemlítetted, hogy nem csak operatőrként akarsz elmenni, hanem látni akarod, hogy mit tett az ember a természettel. Nyilván, mert nagyon sokat hallottam róla, hogy milyen mutáns állatok vannak ott a környéken, és én nagyon szeretem az állatokat, és nap mint nap etetem a kóborkutyákat is, ahol lakom, és kíváncsi voltam arra, hogy mi van most az ottani állatokkal. Tehát gyakorlatilag erre meg is kaptuk kint a választ. Mi a te válaszod rá? Az én válaszom az, hogy jó állapotban vannak a kutyák, nyilván meg vannak fertőzve, de van, aki gondoskodik róluk. Ez valami egészen elképesztő volt. Tényleg úgy mutatlak be mindenkinek, hogy te vagy a legnagyobb állatvédő, miközben találkoztunk egy lehet, hogy még nagyobb állatvédővel. Ugye a filmben is láthatták Lucas Hicksonnak a történetét, aki odaérkezik és ott marad, ott ragad és kóborkutyákkal foglalkozik. Én úgy éreztem, hogy a forgatás során a vele való beszélgetés az rabul ejtett téged. Abszolút, az én szememben ő egy hős, aki nap mint nap azért küzd, hogy ezek a kutyák viszonylag jó körülmények közt éljenek. Hogyan tudtál úgy forgatni, hogy néha nagyon csipogott a rajtam is mindenki külön-külön lévő dózismérő, meg mérőberendezés, tehát hogy zavart-e téged ez például a munkában? Az eleinte zavar, de aztán utána muszáj volt a külvilágot egy picit kihelyezni ebből a belső hangból, mert gyakorlatilag, ha nem arra figyeltünk, hogy csipog vagy nem csipog, akkor nem lett volna ilyen jó a film. Tehát muszáj volt, amellett, hogy nézni kellett azt, hogy hová tehetem le a kameraállványt, hogy melyik szögből vegyem föl az adott épületet vagy a helyzetet. Nyilván a biztonságunkra oda kellett figyelni, de szerintem igyekeztünk. Egyébként a nézők nem is láthatták, hogy a kameraállványt, ha említetted, akkor a lábát, az külön állandóan így van. Betekertétek, hogy ne... Az csak a utolsó forgatási napon, amikor kijöttünk a zónából, akkor bontottuk le. Milyennek láttad a zónát? Hogy érezted magad? Mi az az érzés, ami benned volt? Ugye azt talán elárulhatom kulisszatitokként, hogy mi 20 éve dolgozunk együtt, mindig viccelődünk, sokat beszélgetünk, most gyakorlatilag néma csendben dolgoztunk. Az első pillanattól kezdve, amikor már odaértünk a zóna határához, én is éreztem azt a feszültséget mind a hármunkon, illetve aki vitt minket, hogy ez most nem babra megy. Tehát itt nincs játék, nincs... Itt csak a kőkemény munka és a biztonságunk az a legfőbb cél. Volt egy nagyon plasztikus dolog, hogy megfogalmaztad, hogy érezted magad, mert tényleg ezt nehéz megfogalmazni, hiszen a székedben a pillanatokkal ezelőtt azt mondta a doktor úr, hogy nem látszik, nem sipol, nem hangos, miközben te találtál egy olyan képet, amit egyébként el is loptam tőled, mert annyira jól megfogalmaztad. Így van. Bennem az volt, hogyha példával kellene elmondani a tévénézőknek, bemegy az ember egy lakatlan épületbe, ahol teljesen sötét van, és ott tudja, hogy van egy gyilkos, aki rávadászik. És gyakorlatilag végig egy ilyen érzése volt az embernek, hogy egy láthatatlan gyilkos bármelyik pillanatban elkaphat. Ugye a te arcod és neved ezzel a filmmel lett ismert a szűkebb környezetedben és tágabban is. Azóta, mióta hazajöttünk, én tudom, hogy tőlem mit kérdeznek, és mennyit, és hogyan. De például tőled, operatőrtől, illetve operatőr testvérettől és barátunktól, Varga Dezsőtől, ti is kaptok felkéréseket, tikteket is kérdeznek Csernobilról? Amikor lement a film, akkor gyakorlatilag azon kívül, hogy vagy, és hogy ne ölelj meg, mert biztos valamit elkaptál, azon kívül a második kérdés az volt, mesélj, milyen volt. Tehát, és mai napig érkeznek felkérések, volt iskolánktól, iskolákból, hogy menjünk, tartsunk a fiataloknak
egy élmény beszámoló. Tudod, mi érdekel? Akkor, amikor valaki azt mondta, hogy ne ölelj meg, mert nekem is volt ilyen, te kollégánk mondta itt az ATV-ben, akkor ezt, amikor látod az ember szemét, akkor vicces és elneveti, vagy pedig félig vicces és úgy neveti, hogy kese, vagy pedig jobb azért, ha mégse öleled meg? Erre mindig csak annyit mondtam itt bent a kollégáknak, és add ide a telefonod, majd én kézzel feltöltöm. Igen, és akkor ezen... Az élét próbált az ember. És ha az élét elveszed, akkor a végén jöjjön a kérdés, visszamennél-e oda? Én igen, de a testvérem nem. Ő megmondta, hogy nem. Miért? Te miért? Igen, ő miért nem? Én még 30 év múlva is kíváncsi lennék arra, hogy milyen. Megváltoztatta az életedet ez a néhány nap, és ez a film? Választ kaptam egy-két olyan kérdésre, amit annak idején, 86-ban, amikor még én gyerek voltam, én közel laktam a ukrán határól, közel lakom, amire akkor nem volt válasz, most van. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál ott, és azt is köszönöm, hogy eljöttél ma, és velem voltál itt is. Most pedig műsorunk végén jöjjön egyfajta összegzés, és jöjjenek a magyarokat is érintő legfontosabb kérdések. Filmem bemutatása után ugyanis tömegével kaptam a kérdéseket, de nem csak Csernobillal, hanem Pakssal kapcsolatban is, hiszen Magyarországnak is van atomerőműve, a két város, Csernobil és Paks nevét pedig nagyon sokszor és nagyon sokan egy mondatban mondták ki. Itt lesz velem a Paksi Atomerőmű egykori vezérigazgatója és a Magyar Nukleáris Társaság elnöke, meg persze, meg annyi kérdés. A Csernobil filmet hatalmas érdeklődés és rendkívüli nézettség kísérte. A premier után záporoztak hozzám a kérdések, a legtöbb kérdés pedig Paksról szólt. De állítható-e egyáltalán párhuzamba Csernobil-Pakssal? Megtörténhet-e nálunk hasonló esemény? Mi okozta az ottani katasztrófát? Milyen biztonsági változtatások történtek 1986 áprilisa után? Ezek a kérdések, és most jönnek a válaszok is Hamvas Istvántól, a Paksi Atomerőmű egykori vezérigazgatójától és Cserháti András reaktorfizikustól, a Magyar Nukleáris Társaság elnökétől. Uraim, szép jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt vannak velem. Nekem ez egy újdonság volt, megmondom őszintén, hogy a csernobili film után a két város nevét, Csernobil és Paks nevét egy mondatban említik. Önöknél ez gyakoribb, hiszen 1986-ban például önök már Pakson dolgoztak. Kaptak ilyen kérdéseket az elmúlt évtizedekben? Természetesen ez a kérdés mindig felvetődik, hogy felrobbanhat-e a Paks atom, hiszen 1986 óta eltelt több mint 30 év, 30 Hirtelen nem tudom, 33 is. Év. És reflexzerű kérdések a laikusok részéről mindig többnyire ez volt. Na akkor gyorsan üssük is le, és reményeim szerint nyugtassunk is meg mindenkit. Megtörténhet-e bármikor is, bármilyen körülmények között mindaz Pakson, ami Csernobilban megtörtént? Mert Csernobil után azt mondták, hogy még egyszer soha Csernobil, aztán utána jött Fukushima, és akkor az ember nézett ki a fejéből, hogy akkor ezek szerint valahol, valamilyen módon mégis megtörténhet. Tehát azzal kezdeném, hogy Szovjetunió, illetve Oroszország sem, meg egyetlen egy ország, aki atomerőműveket exportál, nem szállít olyan atomerőművet már, amelyik biztonság szempontjából olyan kritikákkal illethető, műszaki, illetve minden iránytechnikai szempontból, mint a Csernobili atomerőmű volt. Ebből az mondható, hogy nyugodtan el lehet mondani azt, hogy a világ atomerőműve, amelyek ipari, tehát kereskedelmi szándékkal termelnek, azok már nem ezt a típust képviselik. Mi a lényege az eltérésnek? Belemehetnék egy sor műszaki argumentum felsorolásba, de inkább egy hasonlattal próbálnék élni. Ha az embernek van egy autója, a számára természetes, hogy mikor megnyomja a gázt, akkor az gyorsul, amikor gázt leveszi, a gázról leveszi a lábát, akkor az autó lassul és meg is áll. Ha történetesen olyan autónk lenne, amelyik bizonyos helyzetekben, amikor gázról leveszem a lábamot, akkor az elkezd gyorsulni, akkor az egy nagyon furcsa meglepetést okozó lenne, ha a sofőr arról nem is tud. Uh-huh. Na, körülbelül ekkora nagy különbség volt a Csernobili atomerőmű típus és a ma kereskedő forgalomban lévő, tehát megépített ipari villanytermelés használt atomüveg között. Saját meggyőződésem az, hogy 1986 után azért is volt a veszélyérzet, mert amit kommunikációban el lehetett rontani, azt szerintem el is rontották, legalábbis amit az akkori sajtóban olvastam. 1986-ban önök már Pakson dolgoztak. Milyen információkat kaptak akkor? Többet tudtak, mint az átlagemberek? Többet tudtunk, mint az átlagemberek, de nem hivatalos csatornákból. Én például kezdetétől elkezdtem nagyon
részleteiben, és szinte éjjel-nappal figyelni a híradásokat. Ebben nem csak a hazai sajtó volt benne, hanem a külföldi rádióadók is, akkor ugye internet még nem volt, és igyekeztem a szakmai ismereteim alapján átszűrni ezeket az információkat. Nagyon nehezen lehetett kihámozni, hogy mi is történt, és hogyan történt. Végül is minden nap a nap vége felén igyekeztem írásba összegezni az aznapi hozzám bejött híreket, és ezeket kollégáknak, illetve a vezetőimnek továbbítottam. Oké, ön tudta, hogy baj van? Tehát én néhány 120 kilométerre öntől, 13 éves pécsi kisgyerekként annyit tudtam, hogy mossuk meg a salátát, ne játsszam a homokozóba, és csukjuk be az ablakot. És nagyjából szerintem Magyarország jelentős része ezt tudta, meg a sajtóhíradások szerint nem emelkedett a sugárzás, később pedig még csökkent is. De ön mivel tudott többet? Annyival tudtam többet, hogy egyrészt igen erősen fókuszáltam a témára, és minden hozzám bejutott információt igyekeztem összeszedni. Másrészt volt egy szakmai előképzettségem. Ismertem a RBMK reaktortípust az egyetemen. Én Moszkvában végeztem az egyetemet, ott tanultunk erről a reaktortípusról, illetve hát azóta is egy sor ismeretet begyűjtöttem ezzel kapcsolatban. Tehát állítom, hogy a szegényes bejövő információk ellenére én az átlagnál jóval többet tudtam. És azt is hamar fölmértem, hogy itt bizony ez egy nagyon komoly és sorsfordító esemény. Egy személyes kérdést engedje meg nekem, legyen kedves, legalább a családjának, környezetének, édesanyjának, édesapjának, testvéreinek, nem tudom, akkor voltak-e már gyermekei, hogy elmondta, hogy messze többről van szó, mint hogy nem mossuk meg a salátát, és hogy ne játszanak a homokozóban? Igen, elmondtam, sőt, lehet, hogy túlreagáltam az eseményeket, mert például a szürke zónából én beszereztem jódtablettát, később ez kiderült, hogy Magyarországon ez indokolatlan, és beadtam akkoriban hát néhány 3-4 éves körüli gyerekeimnek. Ön is szedte? Parancsol? Ön is szedte a jó tabletet? Nem szedte. 1980 áprilisa óta azért sok minden megváltozott. Mennyire változott meg a protokoll? Mennyire lett a nukleáris energia biztonságosabb? Hiszen arról önök is hallottak, hogy ha mondjuk atomenergia vagy nukleáris energia elleni lobby van, akkor az első szó az, hogy Csernobil. Igen, nagyon sok változás és fejlődés történt igazándiból nem 1986-tól kezdve, hanem 1979-től kezdve, amikor Pennsylvániában volt egy komoly amerikai atomreaktorban üzemzavar. Akkor indult el egy olyan fejlődési folyamat, aminek a végeredménye, mondhatnánk azt, hogy egy nagyon szigorúan ellenőrzött üzemeltetési kultúra létrehozása. Ebben a tehát ez a folyamat elindult, és ebben a csernobili katasztrófa egy ugrásszerű gyorsítást is okozott. Azt lehet mondani, kialakultak azok a viselkedési, üzemeltetési, gondolkodásbéli szabályok, amelyek mind a mai napig meghatározzák minden ilyen, nem csak atomerőműves veszélyes üzem, hanem légi közlekedés, autóközlekedés és itt iparágokban. Itt ugye bejegyezettek egy skálát is, hogy igen, a hely hetes skáláig? Hetes skála, ahogy a földrengések esetén annak súlyosságát szem elé tartva, itt is hát nem 9-es, hanem 7-es erősségű esemény skála. Tehát a nullától 7-esig tartó esemény skála, úgynevezett International Event Scale, INESZ. Uh-huh. És egyébként az atomerőművek biztonságosabbak is lettek azóta? Tehát plusz biztonsági szelepeket, elemeket építenek bele? Hogy ne történjen meg az, ami akkor megtörtént? Természetesen. Tehát egyrészt az emberi oldal igen jelentősen megváltozott, ahogy arról István már beszélt. Másrészt műszaki beavatkozások is történtek. Még ezeknél az RBMK típusú, tehát Csernobili típusú reaktoroknál is, de úgy általában a világban minden atomerőműnél szigorodtak a biztonsági előírások. Pakson is például egy nagyon nagy biztonságnövelő intézkedés sorozatot
vittünk végig. Azért mondom, hogy mi, mert én is egy ideig, jó ideig a Paksi Atomerőműben dolgoztam. És miután ezeket a biztonságnövelő intézkedéseket végrehajtottuk, egyértelműen megbízhatóbb és jobb és magasabb termelési szintekre képes erőműt kaptunk. Zárjuk nagyjából azzal, amivel egyébként elkezdtük, akkor ezek szerint Paks és Csernobil ilyetén módon semmilyen módon nem helyezhető párhuzamba. Ha azt kérdezni egy laikus ember, hogy mindazok után, ami történt, és mindazok után a biztonsági előírások és fejlesztések után, ami történt, Paks mennyire biztonságos ez a 100%-tól az 50%-on át a 1000000%-ig, akkor mit mondanának? Tehát történhet bármi olyan, Fukushimában ugye földrengés volt, cunami volt, emberi tényező, sok minden együtt okozott egy tragédiát. Létezik-e olyan láncolat, amelyik mégiscsak veszélyezteti mondjuk akár a mi atomerőművünket? Teljesen 100%-os biztonság soha nem volt, és nem is lesz. Nem csak az atomenergetikában, hanem a légi közlekedésben, a közúti közlekedésben, mindenhol. De ha valahol nagyon sokat tettek a biztonság növeléséért, akkor az pont az atomenergetika. Én nagyon nehezen tudnék most számszerűen mondani valamit, hogy most 110%-os vagy 130%-os a biztonság Pakson. Minden esetre olyan széles spektrumban végigelemeztük az összes szóba jöhető és még szóba nem jöhető eseménysort is, és olyan mélységben megpróbáltunk ezekben a kérdésekben műszaki módosításokat, átalakításokat vagy intézkedéseket tenni, hogy megítélésem szerint igen-igen csekély a valószínűsége, hogy súlyos problémák bekövetkezhetnek Pakson. Olyan semmiképpen sem, mint ami Csernobilban, mert az egy öngerjesztő típusú reaktor volt, amilyenk pedig egy önszabályzó reaktor. Szűk 20 másodpercünk van, már csak vissza, egyetértek kollégájával. A műszaki átalakítások és a ilyen értelmi műszaki biztonsági intézkedések végrehajtása igen. Ezen túlmenően nagyon fontos az emberi tényező terén a fejlesztés. Csernobil után létrejött egy atomerőket üzemeltetők világszövetsége. Ez párhuzamosan nemzetközi atomügynökséggel nagyon szigorú, rendszeres, 4 évenkénti ellenőrzéseket hajt végre szakemberek révén, és ezek azok az emberek, akik bizonyos mértékig pontozni vagy rangsorolni tudják egy-egy erőmű biztonságát, és úgy, hogy annak a megítélése, hogy biztonsági nem több paraméteren keresztül, de nagyon szigorúan és nagyon kormányok által nagyon komolyan vett értékelés. Uraim, végtelenül köszönöm, hogy itt voltak nálunk ma este, és ennyi volt a mai, mondhatom így, hogy Csernobil estünk. A filmmel és az extrával is az volt a célom, hogy minél többen lássák Csernobilt a maga valójában, és minél több kérdésre megkaphassuk a választ, hogyha kell, túl minden határon. Igazán köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal, én Vujics Tvrtko vagyok. Szép jó estét, Magyarország!